Április 11-e a költészet napja, József Attila születésnapja. Azt gondolom, hogy mindenki ismeri ezt a nevét egészen picikoltól, hiszen a szülők is már az első verset, az altatót József Attilától mondják el gyermekeiknek. Kedves, szép vers. József Attila költészete végig kíséri az életünket. Most a budapesti Terézvárosi Szinyei Mersepárt gimnázium tanárával, magyar tanárával és kiddiékjával fogunk József Attiláról és a költészetről beszélgetni, természetesen költeményekkel együtt. Köszöntelek benneteket, köszöntöm önöket, Sósné Velencei Ildikó magyar tanár, és itt van velünk két diák, akik természetesen verset is mondanak nekünk. Komlódi Zita Torka, az itát használod, és itt van Orosz Bálint. Ránéz, rátok nézek, te mondod a komolyabb verset, te mondod a vidámabb verset, és ez egészen biztos, hogy így van, hogy miért, az is mindjárt kiderül. Hogyan választunk verset a diákoknak, a személyiségeknek? Több tényezős a dolog. Mindig figyelembe veszük a diáknak az érdeklődését és a pillanatnyi hangulatát, hogy milyen verstípushoz vonzódik, úgyhogy ebben viszonylag nagy szabadságot kapnak. A tanár feladata az, hogy egy palettát mutassunk be egy pár verset, amiből ő ajánlatunkra választ, vagy esetleg azt mondja, hogy nem ezt, hanem egy másik verset szeretne mondani. Tehát mi csak hozzásegítjük a választékhoz és a diák választ. Én emlékszem, hogy annak idején, amikor én verseket tanultam, verseket mondtam, vagy kiskoromtól kezdve megismerkedtem a versekkel, szerettem az ízét, szerettem a hangulatát, szerettem mondani. Mostanában, és ezt szeretném, hogyha megerősítenétek, vagy száfolnátok, a verbalitás, mint olyan, a kötelező szövegtanulás, az háttérbe szorult. Mindent elérünk ki interneten. Viszont mi, amikor osztályunk, amikor leül beszélgetni, akkor egy jó ízes beszélgetés kapcsán csak így idézzük a verseket, és ettől lesz egy közös bennünk, amitől jó pofa lesz a társalgás, amitől találunk egy hangnemet. Megvan-e ez most a gyerekeknél még? Illetve ezt tőletek is fogom mindjárt kérdezni, de először hallgassuk a tanárnőt. Már nincsen meg. Nincsen meg. Szegényebbek lesznek. Sokkal szegényebbek lesznek. Igazából a memoriterek azok, amelyek egész életünkben velünk maradnak. Amit kívülről megtanulunk. Gimnáziumban főleg verseket elemzünk, értelmezünk, összehasonlítunk, és már sokkal, de sokkal nehezebben megy a rögzítése. Tehát ez nem az az életkor már, amikor, mint a szivacs, rögzíteni a gyerek vagy az ifjú a memoritert. Itt már ez egy kemény munkába kerül. Az alsó tagozat az óvodáskor, és az alsó tagozat az, amikor ragadnak a gyerekekre a versek. Ezt az életkort kellene kihasználni az oktatásban, hogy nem értelmezni, nem megbeszélni a verseket, csak megtanulni, hogy zengjenek bennük. Mint ahogy Kányádi Sándor nagyon szépen mondta, hogy vers az, amit mondani kell. Na most, hogyha nincs meg bennünk a versnek az zengése, akkor nem tudjuk mondani. Akkor már csak a versnek az élvezői leszünk. Talán nem véletlen, hogy az Örkény Színházban ilyen nagy sikerrel fut az Anyám tyúkja a versválogatás, amikor csak versek szólalnak meg. Valószínűleg ez a hiány jelenik meg, illetve hiányként jelenik meg bennünk emberekben az, hogy szeretjük mi a verseket hallgatni, de hát az igazi az lenne, hogyha bennünk zengenének a versek. Úgyhogy a két fiatal, hála Istennek itt kivétel, így van, hiszen ők úgy szeretik a verset, hogy mondani is tudják és szeretik. Melyik volt az első vers, ami úgy megmaradt bennetek, amit szívesen szavaltatok, Torka? Talán József Attilától az altató, hiszen édesanyám is ezt mondta régebben. De viszont iskola szinten persze, amiket már tanultunk, szóval a Toldi és társai. Neked? Nem tudom, nekem inkább a Petőfinek a nemzeti dala. Valahogy közel áll hozzám egyszerűen Petőfi stílusa, és az olyan tetszett, hogy megfogott az egész lénye a versnek, hogy na akkor gyerünk, most csináljuk, és mindent bele gyorsan. Ezzel a bizonyos vers tanulással, a memoriterrel, hogyan ártatok? Könnyű-e manapság, és megerősítitek-e a tanárnő gondolatait, hogy pici korotokban könnyebb volt verset tanulni, mint felnőtt korban, és egyáltalán
Van-e olyan kötelező vers a gimibe, amit még meg kell? Most csak a 20-ra gondoltam, vagy hogyha el kéne mondani a himnuszt, vagy a szózatot, tudnátok-e végig kívülről? Kiskorunkban biztosan jóval könnyebben tanultunk verseket, hiszen kevesebb dolgunk volt, de mostanában már annyi mindenre kell figyelni, hogy lehetséges, hogy tényleg kevesebb időm van, hogy leülök, és most megtanulok egy 20 versszakos verset. Szóval esetünkben például a himnusz lehet, hogy nem tudnám végigmondani, bele kellene néha nézzek a szövegbe. Hát én azt nem vettem volna észre magamon, hogy nehezebben tanulnék verseket. Szerintem ugyanolyan könnyen megy, viszont ami ennek a hátulütője, hogy ugyanolyan könnyen el is felejtem, hogyha nem figyelek oda rájuk. De az biztos, hogy a szózatot vagy himnusz nem tudnám végigmondani belenézés nélkül, és tényleg igaz, hogy manapság már ott van az internet, kevesebbet tanulunk verseket, így memoriterből kevesebbet alkalmazzuk ezt a megjegyzős tudást, de hát valamilyen szinten inkább a logikájára építünk rá a dolgoknak, hogy rájöjjünk, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy kell elindulni, és ez egyfajta kapaszkodót ad, de manapság a diákoknak már általában egy nyűg, ha verset kell tanulni. Ez egy szomorú dolog, hogyha nyűgnek érzik, de mi az, tehát van-e olyan része az életeteknek, amikor verset olvastok? És mitől vesztek elő egy verses kötetet, és miért azt, amit elővesztek? Legutóbb egyik tanáromtól kaptam az anyja által használt könyvet, még nem olvasta végig, és ez annyira sokat jelentett nekem, hogy Arany Jánosnak a verses kötetét éppen most olvasom, de persze, hogyha találnék valami régebbi könyvet, akkor lehet, hogy elolvasnám, de inkább a prózákhoz nyúlnék. Hát, mikor nem is olyan régen egy Arany János szavaló versenyre mentünk, megkérdeztem anyát, hogy megvan-e otthon ez a vers Arany Jánostól, és kiderült, hogy egy egész sor verses kötet van, csak így felsorakoztatva a polcokon, és én így kérdeztem, hogy figyelj, ezt eddig nekem miért nem mondtad? Az volt a válasz, hogy sose kérdeztem. Jó, ez tényleg így van, általában az internetről szedtem le a verseket, még a szöveget is, hogyha meg kellett tanulni, de könyvből olvasni teljesen más, hogyha egy kötetben benne van. Érzed az a költőt, gyakorlatilag érzed a költőt, hogy mit akart mondani az egész kompozíciót. És én ezért szeretek verses kötetekből verseket tanulni most már inkább. Egyébként nagyon fontos dolgot fogalmazott meg most Bálint azzal, hogy azt mondta, hogy más egy könyvet a kezünkbe venni, más egy újságot, egy folyóiratot a kezünkbe venni, oda tenni a párnánk mellé, és nem a notebookot nyitni ki, egészen más érzés. És a verseket nem úgy kell olvasni, bár mondom, én itt hintem az igét, de szóval abból mindig egyet. Én nekem a Szabó Lőrinc a kedvencem, és olyan sokszor előveszem a Homloktattól fölfelé című kis kötetet. Mindig találok egy valamit benne, és lehet, hogy csak fél évenként egyszer egy verset, de azt utána tudom, hogy mikor kell elővennem újra, és mikor fog megjelenteni számomra valamit, tehát nem egyben kell értelmezni ezeket. Ez a pedagógus beszélt belőlem, de most teljesen mindegy. Mi az, amit... Jó. Kezdjünk egy verssel, mert hiszen költészetről beszélünk, és ugye Bálint vidám költeménnyel készült. Miért választottad a Tunós macskáját? Igazából a magyar tanárom javasolta, hogy olvassam el, mert szerinte egy nagyon, nagyon jó vers. Aztán elolvastam, és tényleg kiderült, nekem is megtetszett, hogy egy egészen vidám versről van szó, Arany János ennek a korszakában, amikor inkább ilyen lehangoló lírát írt. Megpróbálom ugyanolyan vidáman előadni. Halljuk. Arany János, a tudós macskája. Nagy volt a tudósnak az ő tudománya, de mi haszna, ha kevés volt a vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről, s hajna, akkor esett ez a bolond história rajta. Nem szeretett ez a tudós semmit a világon. Járt legyen bár égen, földön, két, avagy négy lábon. De a kender magos cicát, sajna, égtelenül megszerette, majd hogy fel nem falta. Szolgája is volt. A háznak ez viselte gondját, hogy lába ne kéljen, és a szelek el ne hordják. Ő cseléd volt. Félig meddig. S hajna,
Kopla László reggel este bőséges jutalom. Máskülönben ment a dolga a kedves cicának. A reggelin gazdájával ketten osztozának. Búsan nézte ezt a szolga. Sajna, fél zsemlére, pohár tére, nagyokat sóhajt. Mert tudósunk a magáit, ha fölreggeliszte, felét a cicának adni, volt a szolga tiszta. Húriasan élt a macska? Sajna, csak nem akart. Csak nem akart meglátszani rajta. Hé, izé, mi baja lehet annak az állatnak? Szőre borzas, csontja zörgős, szételegve ballag. Jaj, uram, hát a sok éhség! Sajna, kétszereznők csak a tartást. Mindjárt lábra kapna. Aznapságtól icetel járt. Kapott egész zsemlét. A tudós csak lesi, várja, hogyha neki telék. De a macska nem üdült fel. Sajna elfogyott a fogyóholddal, sarlóvá hajolva. Kendermagos szegény cica, nyabajába esvén, fölvette a néhai nevet egy szép őszi estvén. Átszellemült kedves állat. Sajna, falaton megosztom véle, mégis meg van halva. Mit a gadás? Mond a szolga. A cicus nem vétett. Én evén meg ő helyette reggel az evédet. Mondtam, menjen egér fogni. Sajna, nem tanyázám ott egérhul üres minden kamra. Nagy volt, mondok, a tudósnak az ő tudománya. De mi haszna? Kevés volt a vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről. Sajna, ilyen apró dőreségek gyakran estek rajta. Arany Jánosnak ez az ízes költeménye, ez a stílus, hát nagyon-nagyon jó volt, és remekül adtad elő. Köszönjük szépen. Te választottad? Magyar tanár javaslat erre, de igen. Mennyit kell faragni egy ilyen előadás módon? Ahol esetleg túl erőteljesebb, vagy túl halkabb az intonáció, vagy rossz helyre teszi esetleg a hangsúlyt, akkor azokban adunk tanácsot. Vagy pedig, hogyha azt érezzük, hogy nem egy ilyen kedves versnél, hanem egy nagyobb összefüggést igénylő versnél, amelynek nem sztoria van, hanem inkább egy összetettebb jellege, hogyha nem világos az összefüggésrendszer, akkor azt mi megmagyarázzuk, elmondjuk, és akkor ő már tudja az ő hangjával azt úgy intonálni, hogy az kiderüljön. Egyébként tartalmában is igen tanulságos ez a vers. Hát igen, manapság épp úgy le lehet fordítani. Na nézzük a másik verset, mit választottál? József Attilától a Várlak című versét. Miért? Ez egy szerelmes vers, és ez itt a tavasz. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez pont megfelel. Halljuk. József Attila, várlak. Egyre várlak, harmatos a gyep. Nagy fák is várnak, büszke terebélyel. Rideg vagyok, és reszketeg is néha. Egyedül olyan borzongós az éjjel. Ha jönnél, elsimulna köröttünk a rét, és csend volna. Nagy csend. De hallanánk titkos éjjeli zenét, a szívünk muzsikálna ajkainkon, és beolvadnánk lassan, pirosan, illatos oltáron égve a végtelenségbe. Szép volt. Wow. Szerelmes vagy egyébként? Nem. Akkor várlak. Most van ez, ez az időszak, hogy várok. Hát sok sikert, reméljük, hogy eljön ennek is az ideje. Melyik azok a vers típusok, amelyek legjobban megfogják manapság az ifjúságot? Tehát lehet-e évfolyamokra, korosztályra bontani? Hát leginkább a szerelmes versek fognák meg az ifjúságot, hogyha lenne elég választék a felhozatalban. Ugyanis a tantervi
anyagban, ugye egy-egy költőnek szinte az egész életkeresztmetszetét kellene felmutatnunk és bemutatnunk egy-egy témakör kapcsán, és ennek csak egy része a szerelmi költészet, de nyilván életkorból adódóan ez lenne az, amit nem csak a lányok, hanem a fiúk is szívesen hallanának, vagy jobban megérinteni őket. Úgyhogy több ilyen jellegű versre lenne szükség. A nagyobb, idősebb korosztályban, mint ők is, ott már az elgondolkodtató, filozófikus versek, vagy egy-egy életérzésnek a megfogása a verseken keresztül. Ott van olyan sikerélményünk nekünk tanároknak, hogy valaki így rácsodálkozik, és annál nagyobb öröm nincs egy magyar tanárnak, amikor valaki az óra végén, vagy a vers után azt mondja, hogy hú, ez jó vers volt. Tehát, hogy valamit megérintett benne a vers. És hát ez is néha egyéni. Tehát van, akit a filozófiai típusú versek érintenek meg, akár Szabó Lőrincnél, akár József Attilánál, vagy Adinál. És vannak, akiket pedig a ritmus, maga a versnek a zengése az, amely varázslatba ejt. Úgyhogy ettől érdekes és sokszínű a világunk. Igazából ki kell mazsalázni mindenkinek a szöveggyűjtemény és a tankönyv verseiből azt, amelyik őt megfogja, és akkor annak a vezérfonala mentén el tud indulni. Mennyire változott a szövegkönyv az elmúlt években, vagy a szöveggyűjtemény? Változott abban a tekintetben, hogy nagyon divik az elmúlt években a tankönyveknél az, hogy egy-egy vershez társít modern átiratot, feldolgozást vagy parafrázist, és akkor így akár hány éves az a vers, akár 150, akár 80, de van mellette egy témájában, vagy játékosságában, vagy stílusában, vagy gondolatkörében valami hasonló mostani modern költőtől. Ez nekünk, magyar tanároknak rendkívül izgalmas, a diákok nem mindig veszik ezt így jó néven. Tehát ők a 20. századi kicsit pikírt, kicsit ironikus nyelvezetnél szabályosan meg vannak sértődve egy kicsit, hogy ez nem olyan komoly, mint az eredeti vers, hanem ugye hát valami fajta játékosabb átirata, vagy hát ilyet én is tudnék írni. Akkor gyorsan megkérdezem. A modern versek azok, amik jobban hozzátok szólnak, vagy egyáltalán megértitek őket? Megértjük őket, csak nem tud újat mutatni. Számomra legalábbis nekem ugyanaz a gondom ezzel, hogy nem tudnak újat mutatni ezek a dolgok, mert ugyanazt az életérzést, ugyanazt a dolgot leírták, teszem azt 500 évvel ezelőtt, és leírták most a 21. században, csak más szavakkal, más nyelvezettel, köznapiasabb, érthetőbb, nem kell a régi magyart bányászni, hogy ez a szó most milyen változásokon ment keresztül, de ugyanazt mondja, és nincs új a nap alatt. Éppen ezért. Hát a témáink azok örökek, mint a szerelem, de hát ettől szép az élet, és egyébként nagyon sokféle formában lehet sok mindent elmondani. Egy gondolat a végére, én Jókait most olvastam nem olyan régi eredetibe, 1680-as kiadás, Törökvilág Magyarországon, hát kellett hozzá, hogy egyáltalán el tudjam olvasni, és megértsem azt a nyelvezetet, amin aztán nagyon jót mulattam, jó pár óra, hangosan olvastam föl. Hát ajánlom nektek, játéknak kitűnő, de gondolom, hogy ezt a fajta eredeti íratot már nem lehet a gyerekeknek csak tényleg példaként egy kis részbe oda tenni. Szükség van arra, hogy a mai nyelven le legyenek fordítva még a magyar írók és költők műve is. Nagyon szépen köszönöm, ennyi fért mai beszélgetésébe, köszönöm a szép verseket. Nagy segítség még a versek megszerettetésében az elmúlt években indult hangos könyvsorozat.
ahol nem csak novellák és néha regények vannak ugye CD-n meghallgatható állapotban, hanem versek is. És talán így van esélyünk arra, hogy a rohanó világunkban, ha más nem, később autóban ülve, egy-egy költőnek a verslemezét is talán, ha beteszi az ember, vagy a mostani okostelefonján esetleg rákeres, és azt hallgatja meg, hogy legalább halljuk. És akkor talán este egyszer előveszük a kötetet is. Köszönjük szépen, bölcs gondolat volt.